mivel a hét elején túl sok időm volt gondolkodni, ezért azt agyaltam ki, hogy csütörtökön, azaz ma felmegyek Teklához Pestre, mert amúgy is következő hónapban valószínűleg elég keveset fogjuk látni egymást, mert ő elutazik Portugáliába 2 hétre, én meg azon az egyetlen egy hétvégén, amikor mind a ketten itthon lennénk, Szlovéniába utazom a macsekkal túrázni. Érdekes lesz ez a mai kaland, mert reggel elkéstem a suliból az első 2 órámról, mert nem jött a busz, a másik meg késett a hóakadályok miatt, úgyhogy izgalomban teljes lesz a stoppolás. Remélem odaérek egészben. Tekla nem tudja, hogy megyek, így számára meglepetés lesz. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni, amikor majd beállítok hozzá, így váratlanul. Remélem örülni fog. Most baktatok kifelé a tuti stoppolós helyre. Ez az a pont, ahol mindig meg szoktam izzadni, és most meg is izzadtam. Ilyenkor, amikor ilyen hideg időben, azaz mondjuk 5-10 fok alatt van a hőmérséklet, akkor stoppolok, akkor mindig sok aláöltözőt veszek, most is már rajtam 2 plusz felső, ilyen futó aláöltöző, meg 1 plusz futónadrág. Mert amikor kint áll az ember, hát nagy isten órákig, vagy legalább fél órát, akkor is már nagyon hideg szokott lenni az út szélén. Kiértem a stoppolós helyre, itt szoktam kezdeni, mindjárt mutatok egy képet róla. És innen szoktam sikertelenség esetén tovább sétálni a benzinkútra, ami nem sokkal jobb. Hát megpróbálkozom, most van 3:43, kiderül mi lesz. Hát megérkeztem Kellenföldre. Nem mondom, hogy házhoz hozott, de körülbelül 500 métert kell sétálnom, ami egy teljesíthető távolság. Úgyhogy nagyon örülök, körülbelül 5-10 perc után felvett, inkább 5. És most egy másfél órát fenn voltunk Pesten, vagyis hát most van 4:05, amikor kiálltam stoppolni, akkor volt körülbelül 3:43, tehát ja, egy olyan másfél óra alatt ide értem stoppolással együtt, ami tök király, és most megyek és meglepem Teklát. Meglátjuk, hogy mit szól. Felcsöngetni, ezért megvárom, hogy jöjjön valaki, aki majd beenged, addig felhívom a brúnot. Bejutottam a házba, és megpróbálok. Teklájékhoz. Kiderül, mit szól Teklához. Teklával beszélgetik itt a rögtönzött stúdióban. Tekla, meglepetésként ért az érkezésem? Határozottan, igen. Milyen érzésekkel tölt el az, hogy így módon rútul belógtam szerény kis otthonodba csütörtök délután 4 óra 15 perc és 30 perc között? Határozottan meglepődtem. Szakdoga a formázás közben értél, ezért hálás vagyok, hogy abba hagyhattam. Emellett azt hittem, hogy 2 hétig nem látlak, ezért elárasztotta a szeretet és a csíny. Tekla kérte, hogy rögzítse az itt tartózkodásomat. Itt tartózkodásom legizgalmasabb pillanatai most jöttek el, amikor Tekla hirtelen bedurcizott. Koholt vádak alapján elítélt engem, és most muffogva az úton megy. Na ezért ne fuss soha a nők után. Én itt kiteszem a lelkemet, iskola után nagy nehézségek árán eljutok hozzá, aztán mit kapok? Na, hát ennyit a csíről, meg a nagy áradó szeretetről. Ugye megnézzük a kódját is. Hey! Az abszurdum! Vagy micsoda? Nézd az abszurdum. Nem ismered a szót. Mondd szótára, hogy légy szíves, magyarázd meg. Ilyen szó nem létezik. Nekem felkeltem és rájöttem, hogy nagyon lusta vagyok. Ezért vonattal megyek haza. Elég egy béna dolog, de ez van. Úgyhogy kicsit túllőttem a költségvetésem alatt. Nem baj. És itt vagyok Kelenföldön. Veszek egy hegyet. 40 percet késik a vonatom, azt írják. Ez nem jó, mert azzal már nem érnék oda az iskolába. Ezért itt ebből stoppolás lesz, úgy érzem. Elindulok a stoppolós helyre, igaz, hogy körülbelül 2 órán van másfél órás utat végig stoppolni. Ami kicsit necces, de megpróbáljuk. Így is jobb talán, mint hogyha elkésnek. Ide értem a tuti stoppolós helyre, és jó nagy a forgalom. Remélem sikerrel járok. Meglátjuk. Ez ahol állok, ez egy viszonylag jó spot. Ott van több jelzőlámpa, ami lassítja a forgalmat. Illetve... ja, meg lehet állni ott mögöttem. Majd megmutatom térképen. Most próbálkozunk, mert reggeli csúcs van. Igaz, többen mennek itt helyben, de több az esély arra is, hogy Szekszárdra menjenek. Budapestről Szekszárd felé a legjobb stoppolós hely a Budafoki úton az Új Buda Center és a Madrac király között helyezkedik el. Ez az a hely, ami, ahol minden feltétel adott egy jó fuvarfogására. Vegyük sorra. Itt egy jelzőlámpa, hogyha megnézzük felülről, illetve itt nagyon könnyen le tudnak állni az autósok. Nézzük meg belülről is. Tehát, ide kiállunk, itt ezen a helyen, itt egy jelzőlámpa, innen közelednek az autók, itt a Matrac király, és itt nagyon könnyedén meg tudnak állni, és biztonságosan be tudunk szállni a kocsiba. Erre a helyre a legegyszerűbben a 33-as busszal tudunk eljutni a 4-es 6-os villamos vonaláról a Schönherz kollégium mellől. Ez körülbelül egy 15 perces buszút, illetve a buszmegállót itt meg lehet találni az Új Buda Center előtt, így innen körülbelül 200 méter séta után elérhetjük a tuti stoppolós helyet. Szekszárdon az újvárosi temető elől szoktam kezdeni a stoppolást, mert ez az a hely, ahol az autósok biztonságosan meg tudnak állni, ugyanakkor a forgalom fő része az már nem a városban fog tovább közlekedni. Itt egy tökéletes buszmegálló, illetve egy utca, ahol meg tudnak állni az autósok. Én ide szoktam állni, mert itt pont elég idejük van, hogyha észrevesznek, hogy megálljanak. Hogyha itt nem sikerül a stoppolás, akkor tovább szoktam menni erre a benzinkútra, és itt a leállósávon próbálkozom, ami azt eredményezi, hogy akik az elkerülőről jönnek erről, azok is fel tudnak venni engem. Ezeknek a helyeknek a linkjét be fogom tenni a videó alá. Nagyjából félúton vagyok, egy 20 perc után szerencsésen felvettek, úgyhogy be fogok érni a 3. órámra számításaim szerint. Egy zombai sráchoz, de kocsia, most elment. meglátogatta a WC-t. Ide is ideértem. Most van, mondjuk egy időt. 3:10. Tehát 10:30-tól kezdik az órán, még van 3-4 órám. Ja, tök jó az. Srác volt, elhozott. Körülbelül 20 percnál fölvett, igen, ezt elmondtam. És itt vagyok a suliban, úgyhogy nagyon megértem, hogy nem vonatta jöttem, és most nagyon örülök. De hát legközelebb nem hallgatok a lustaságomra. Itt vagyok a suliban. Ez az utazás véget ért. Jó volt, izgalmas volt. Voltak olyan részek, amire nem számítottam. És mielőtt bárki azt hinné, hogy Tekla ennyire hálátlan, meghívott mozira, úgyhogy legközelebb is el fogok gondolkozni azon, hogy felmenjek-e hozzá. Mellesleg utána néztem, és tényleg létezik olyan szó, hogy abszurdum, úgyhogy ezzel is csak a saját tudatlanságomat sikerült bizonyítanom.